Talán sokunkra igaz, hogy ameddig nincsen valamilyen sürgető problémánk, addig halogatjuk a fogorvos látogatását, ameddig lehet. Viszont sokan nem is gondolnánk, hogy a legtöbb kóros elváltozás tünetmentesen, alattomosan alakul ki, és amikor már valamilyen fájdalom jelentkezik, akkor viszont nagy a baj. Éppen ezért fontos észben tartanunk, hogy legalább évente egyszer megtegyük ezt a nehéz lépést egy fogorvosi kontrollvizsgálat irányába. Egy ilyen ellenőrzés alkalmával alaposan átvizsgáljuk a szálnyálkahártya felületeket, a fej és nyak területén lévő nyirokcsomókat, de a rágóízületeket is. Ezek nagyon fontos lépések a daganatos elváltozások kiszűrésében és egy esetleges gyulladásnak a felismerésében. Egy rutin klinikai vizsgálattal a legtöbb foxvorsodás detektálható, viszont ezt sokszor kiegészítjük valamilyen képalkotó diagnosztikával. A szájüregről átfogó képet adó panoráma röntgenen nyomon követhetjük a csontokban zajló kóros elváltozásokat is. Ezeken a felvételeken láthatjuk a bölcsesség fogaknak az alakulását, de egy meglévő fogágybetegség állapota is kontrollálható. Bizonyos esetekben lehetséges, hogy kérvényezzük egy kis röntgenfelvétel, vagy egy háromdimenziós CT felvételnek a készítését az apróbb részletek megítélhetősége miatt. Olyan különleges állapotok megléte esetében, mint fogágybetegség, vagy pedig egy folyamatban lévő fogszabályozó kezelés, gyakoribb kontrollvizsgálatra lehet szükség, amelyet szakorvosaink egyedileg határoznak meg. Fél évente, de legalább évente egyszer szoktuk javasolni pácienseinknek professzionális fogtisztítást, a fogágy, fogíny egészséges állapotának megtartása érdekében, illetve a fogínyvérzés megelőzéséért. Klinikánkon felkészült csapatunk mindent megtesz a szájüregi egészségének megtartása érdekében, és bármilyen szükséges kezelése, elvégzéséhez talál profi specialistát. Mi mindent megteszünk a megelőzésért, önnek már csak egy időpontot kell kérni az ellenőrzésre.